Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Nem is olyan régen adták át a Fejér megyei prímadíjakat, amely díjat olyan emberek kapnak meg, akik az életükben, szakmájukban nagyot maradandót alkotnak. Az egyik díjat Lovranics József, a Láncos Kornél gimnázium igazgatója kapja meg, illetve kapta meg, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszéljünk először a díjról, gratulálunk hozzá természetesen, nagyon nagy elismerés. A kérdés nagyon-nagyon egyszerű, de szerintem ez minden emberben másként játszódik, hogy milyen érzés volt átvenni és megkapni ezt a díjat? Hát átvenni és megkapni nagyon nagy megkönnyebbülés volt. Ennek az előzményét kéne tudni. Igen, hogy miért? Amikor megkerestek, hogy jelölnének engem és vállalnám el, gondolkodásig mondtam, hogy persze. Csak aztán rájöttem, hogy hát itt van 7 jelölt, és csak 3 kap díjat. Már a jelöléshez mindenki gratulált, amikor meg volt a sajtótájékoztató, meg a újságokban megjelent, de és mi van, nem kapok. És hát ez az utolsó pillanatig mélységes titok. Igen. Tehát a gálán, ami hát hasonló cirkusz, mint az Oscar, borítékbontás, zörgés. Hát egyre fogyott körülöttem a levegőm. Álltunk 7 a színpadon, és egymás után hullott ki mellőlem, aki külön díj, meg csak úgy itt van egy készfogás. És akkor az első 3-hoz odaértünk, akkor már csak 3-an maradtunk, és akkor én már nem bírtam ki. Amikor a hölgy bontotta a borítékot, oda néztem, hogy na most olyan. És akkor a másodiknak jött elő a nevem, és akkor egy megkönnyebbülés, de eszembe jutott az a rendező, sajnos nem tudom már ki volt, aki Oscar gáláig jutott el, és amikor a kategóriát felolvasták, nem az ő neve hangzott el, és akkor azt mondta, hogy mintha egy ilyen jeges fuvallat ment volna át a termen. Persze, azért csak számít rá az ember, hogy ott van, én kapom, és nem kapja meg. Ugye főleg azon emberek, akik idézőjelesen, sőt nem is idézőjelesen maximalisták, akik tényleg nagyon komolyan gondolják azt, amit csinálnak, azért számítanak, és egy nagyon nagy veszteségként érik meg azt, hogy esetlegesen nem ők kapják meg ezt a fajta díjat. Igen, maga a jelölés az meg azért volt fontos, ezt ott a gálán el is mondtam, a pár szón van, tehát nem azt mondtam, hogy köszönöm anyámnak, apámnak, hanem igen. De azért volt fontos, mert hát az jutott eszembe, hogy van egy magyar mondás, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. De mi ott 7-en akkor egy kicsit proféták voltunk valóban, mert hát elismerték, így van, amit csináltunk. Így van, ez egy nagyon nagy dolog. Ráadásul egyébként ez egy olyan díj, amit külső szemlélők adnak oda. Tehát akik tényleg nem is látnak bele, mondjuk ha beszélünk most jelensen az oktatásról, nem is annyira mondjuk oktatás politikus vagy oktatás szakértők, hanem tényleg kívülről látják ezt az elképesztő nagy munkát és alázatot. Azért is még pluszban még egy díjnak talán tekintető ez a dolog. Igen, és ez nem szakmai díj. Igen. Tehát szakmai díjat kapott már az iskolánk, nem is egyet, de ez ilyen, nem is tudom, milyen civil barátságdíj, akik igen, látják, hogy ez itt a helyén van, és akkor azt mondják, hogy na legyen. Megy, működik, így van. Igen. Na maradjunk itt, hogy megy, működik, beszéljünk az iskoláról, ami nyilván nagy-nagy szerelem igazgatóként a Láncos Kornél gimnázium. Aki esetleg nem ismerné, mit kell róla tudni? 21 éve alapítottam Bordács Lajos barátommal és igazgatótársammal, mert beláttuk, és ez most furán hangzik, hogy hát sem erkölcsileg, sem anyagilag nem látjuk a munkánk eredményét. És a kettőből az egyiknek stimmelni kell szerintem legalább. És amikor már teljesen elegem lett, voltak ilyen utolsó cseppek. Igen. Egymás mellett ültünk, és oda-ba lögtem, te Lajos, csináljunk egy iskolát, jössz velem? Azt mondja, persze. És akkor nagyon sok időt tartottam, vagy töltöttem azzal, hogy utána néztem, hogy más iskolák hogy működnek, milyen elvek szerint. Itt a más iskolát, nem a porosz iskolára értem. Igen. Ugye tudni kell, hogy itt a Európában, a kontinensünkön döntően 2 iskolatípus van. A porosz, amilyenbe jártunk, igen, és az angolszász. De a porosz az nem franciául vagy angolul, vagy bocsánat, nem franciául vagy németül beszél, az angolszász meg nem angolul beszél, hanem az iskola minta teljesen más. A porosz az azt csinálja,
leegyszerűsítve, mindenkitől elnézést kérek, akit sértenék. Nem, ez fontos szerintem, hogy tudjuk. Beültetik a gyerekeket egymás mögé délelőtt, a legaktívabb időszakukban, és arra károsztatják őket, hogy semmit se csináljanak. A tanár elől áll. Az elvárása a gyerekekkel szemben az, hogy maradjanak csendben. Amiről ő beszélt, azt délután otthon meg kell tanulni. A rossz esetben azt is, amiről nem beszélt. Igen. Na most nagyjából ez a porosz iskola. Igen. És a gyerekek ugye nem tudnak elmaradni, csodálkoznak. És az az érdekes, hogy felmerül bennem, hogy minek mentek iskolába. Ha? Miért nem kapták meg e-mailben, hogy mit kell megtanulni. Otthon tanulni délután már nehéz, mert a délután egy kicsit már fárasztóbb, nincs kitől kérdezni. Igen. Vagy ha apa otthon van, mert szereti a fiát, neki is az agyára megy, hogy miért neki kell a Pitagorasz tételt elmagyarázni. Mint hogy nekem is az agyamnak ment annak idején. Az angol száz iskola típus meg azt mondja, hogy az iskola az a hely, ahol tanulni kell. Pont. Aha. Nem otthon. Igen. És ennek megfelelően szervezi az oktatást, de még a tantermek berendezésével is. Uh-huh. Az mit jelent mondjuk? Hát az, hogy nálunk, tehát elfelejtős ez a kaszárnya szerű iskola, mert nem jó. Uh-huh. Minden terem a gyerekeké. Tehát ők nem vándorolnak el onnan sehova. Éveken keresztül az ő termük. Dekorálhatják, díszíthetik, ki is festhetik. Miért ne? Ettől lesz komfort érzése. Én nem tudom, hogy önnek itt a tévében van-e asztala. Tévében? Vagy a rádióban? Nincs. Rádióban is, még vezetőként sem volt asztalom, én nem kértem, én járkálok folyamatosan, ügyet intéztem, meg nem is jutott, nekem átadta a másik kollégának, aki nem volt. Jó, akkor... Meg nincs jelenleg. Tehát arra akartam például, hogy az embernek kell egy saját hely. Én például nem szeretném, ha óránként más asztalhoz kéne ülnöm. Ja, hát az biztos tény. És miért hisszük azt, hogy ez gyerekeknek jó? Uh-huh. Nem jó. Uh-huh. Tehát saját terem, saját asztal. Uh-huh. Egy személyes asztalok, azért, mert rendkívül variábilis. Abból lehet csoportokat képezni, lehet körbe-körbe ülni. Az nem fordulhat elő, hogy egymás mögé ülnek. Igen. Egyszerűen azért, mert az előttem ülő tarkójával nem lehet beszélgetni. Az órán meg lehet, hogy beszélgetni kell. Igen, ez így van. Valamikor zaj is van. Uh-huh. De az a munka szent zaja. Persze. Ilyen alom könyv és füzet között ülnek, és ha dolgoztak az órán, akkor kiderül, hogy nem kell hazavinni. Szinte semmit. Uh-huh. Amit haza kell vinni, az a matek, meg az idegen nyelv, mert ezeknek gyakorolni kell, mint egy hangszer. Ez így van. Érési idejük van. Uh-huh. Na, ezek után megvizsgáltam, hogy mik azok a iskolai sajátosságok, amik azért vannak, mert tavaly is voltak. De valójában nem szükségesek. Sőt, inkább ártanak, mint hasznosak lennének. Például a hetes. Minek? Igen, egyébként ezt nincs értettem, hogy van hetes, meg elmondja, hogy hányan vannak. Osztály vigyáz, igen, és ez igazából... Nálunk nincs, és nem is volt sose, és az elsősökön szoktam kipróbálni, így fél év táján, hogy mikor vették észre, hogy nincs hetes. Észre se vették. Észre se vették egyébként, de tényleg. Aztán a lecsapó dolgozati írások. Miért? Be kell előre jelenteni, ez ilyen egyszerű. Uh-huh. És akkor jövő héten szerdán dolgozatot írunk, rendben. Uh-huh. Nincs erőbb dolgozat sem. Uh-huh. A legrosszabb, amit az iskola elő tud állítani, és előállítja, ez a rosszak voltak a fiúk kezdetű dolgozat. Igen, igen, igen. Ugye töriből megtanítják, hogy nincs kollektív bűnösség. Uh-huh. De csak előállítják. És csak előállítják, ez, igen. Így van. Ez így van. Aztán egy nap nem lehet két dolgozat. Azért nem, mert aki nem tanul, annak mindegy, hogy mennyit ír meg. De aki tanul, az belenyekkedne a két-három dolgozatba. Persze. Tehát egyszerűbb az, hogy ne írjunk. Aha. Egyszerre kettőt. Jó az ilyet hallani. Következő kérdés kicsit provokatív is lesz. Egy az, hogy milyen volt mondjuk, amikor ugye megalakult az iskola emelvek mentén, milyen volt a szakmának a visszajelzése, mert nyilván ugye nagy részben pont a rossz példák alapján szerveződött, vagy szerveződik ugye az oktatás, az egyik. A másik pedig az, a rossz nyelvek nem mondhatják, nincs dolgozat, esetleg akkor
tovább görgethetik ezt a szállat, nincs olyan komoly számonkérés, akkor milyen tudást kapnak a gyerekek. De ez pontosan így volt. Ez így pontosan, volt? Pontosan, aha, így van. Na. Nagyon szépen leírta. Aha. Tehát a szakma rettenetesen szkeptikus volt, néha kárörvendő. Ó, hát a láncos, hát ott nem is kell felelni. Mert valóban nincs nálunk felelés. Aha. De aki ilyeneket mond, az nem tudja, hogy a világon sehol nincs feleltetés. Aha. Mi most már 15 éve bázis iskolája vagyunk egy nemzetközi diákcsere programnak. Gyakorlatilag 63 ország valamelyikéből jönnek egy teljes tanévre a gyerekek hozzánk, általában 6-7-en, és én kikérdezem őket, de sehol. De még itt a európai tömbben sincsen. Én szerintem ez a monarchiából ránk maradt pudva. De régi bevett, igen, igen. Igen, a tanár azt hiszi, hogy a gyerek tudását méri, nem azt méri, hanem a stressztűrő képességét méri. Igen. Egyébként tényleg így van. És egyik nap pont a Vörösmarty Rádióban beszélgettünk erről, most példákat nem tudnék hozni, hogy oktatáson kívül hány olyan dolog van, ami valahonnan itt maradt, igazából nem is jó, de mégis csináljuk. Az élet számos területén van ilyen. Egyébként szokások, igen, és semmire nem jó, meg csak rossz, meg stresszt okoz az embernek, és valamiért csináljuk. Érdekes. Most ennek az egésznek a egyik érdekessége, hogy nem kerül pénzbe. Igen, igen. A másik, hogy mérhetően jobb a gyerekek teljesítménye, mert hogy nyugodtak. Nyugodtabbak. És a nyugalom az meg, hát nem keletkezik, hanem gondoskodni kell róla, hogy az legyen, és ezt semmilyen prospektuson nem tudom beletenni, például a mosdóinkat, a vécéinket. Azok patyolattiszták mindig. Nem fikálják össze, nincsenek lábnyomok, nincsen cigiszag, mert nincsen feszültség, ami felgyűlölő, és ki kell, hogy csattanjon. Igen, igen. Meg szívesen mennek talán a gyerekek iskolába, ami szintén nagyon ritka. Hát nagyon jól érzik magukat, ez kétségtelen. Eljön betegen is. Az igen. Pedig az tényleg ritka. Igen, hát, sőt, igen. Hányszor volt, nem is voltunk beteg, én is csináltam olyat, nem voltam beteg. Kicsit rátettem, mert 2 dolgozat, 3 dolgozat nincs kedvem iskolában. Én középiskolában is egyébként, ahol én is egy elég jóba jártam. Szóval érdekes dolgok ezek, és tényleg követendő példa. Meg ahogy belhallgatom, igazgató is egy nagyon-nagyon nyugodt ember egyébként. De ez is kell, hiszen ugye azt gondolom az iskolának a fejének kell ezt a példát mutatni. Legyünk nagyon nyugodtak, legyünk nagyon higgadtak, gondoljuk meg mindent kétszer. Ez azért meg kell hát hozzá. Beszélgetni is kell. Tehát az igazgatóval nem akkor találkoznak, amikor raportra küldik őket, hanem hát a szünetekben is bemegyek, beszélgetünk. De jó. És akkor nincs ilyen, hogyha bemegyek, akkor felpattanak, hogy jaj, itt az igazgató, szóval nem, nyugodtak, tényleg nyugodtak. Ha egy kicsit példálózhatnék. Persze. Úgy tudom, hogy önnek van 2 fia talán. Igen, 2 lány. Két lány. 2 kislány, igen. Hát mekkorák? 8 éves és 6 éves. Na, mondjuk lenne 8 éves, mert iskolás. Iskolás, igen. Küldök egy üveg konyakot, hogy igyák meg otthon. És a 8 éves lánynak hát nem adja oda a konyakot, sőt, hát lehet, hogy mentőt vagy rendőrt hív, hogy ez a hülye igazgató mit csinál a gyerekemmel. A következő történik, hogyha megiszunk egy felest, akkor a neuronjaink által kialakított kapcsolatok a szinapszisokból olyan 60 000 megy tönkre körülbelül. Ha berúgunk, akkor olyan 2 millió megy tönkre. De másnapra úgymond kialusszuk magunkat, és ezek a szinapszisok visszaállnak, mert volt már egy minta. A gyerekeknél nem. A gyerekeknél tesszük úgy tönkre a neuronokat, hogy elfogynak. Egyszer egyetemistaként kiszámoltuk, hogyha minden nap berúgunk, akkor el tudjuk-e inni az eszünket. Hát nem tudjuk, mert van elég neuron. De valaki próbálgatja. De azért látszik, hogy jó közelíteni igen. lehet. Igen. Na most, miért meséltem ezt a hosszú történetet? Mert a stressz az ugyanolyan hatással bír, mint az alkohol. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy az iskolai büfében nincs helye alkoholos italoknak, akkor azt is tudomásul kéne venni, hogy stressznek sincs helye. És én amilyen történeteket hallok máshonnan, hát a lélegzetem eláll.
Elhiszem. Igen. És hallgatva egyébként, tehát most pont azon gondolkodtam, és semmiféle reklámot nem szeretnék nyilván csinálni, most csak beszélgetünk tényleg önről, de el fogok majd gondolkodni tényleg, hogy esetlegesen oda vigyem mondjuk a gyermekemet gimnáziumba, mert tényleg nagyon-nagyon jó, amit most hallottam igazgató úrtól, hogy működik ott az oktatás. Én ragaszkodok hozzá, illetve helyesen ragaszkodunk hozzá, hogy amikor nyolcadikos a gyermek, akkor apa, anya és a gyermek jöjjenek el. Uh-huh. Nyílt napot nem tartunk, mert annak semmi értelme. De eljön a család, úgymond, mindenkire szánunk legalább 2 órát. Mindent megnézünk, kipróbálunk, beülhet órára is. Volt, aki egész napra bekéreckedett, és ennek van értelme. Mert autót is úgy vesz az ember, hogy kipróbálja. Így van. És az sem mellékes, hogy nekem látnom kell ám azt a gyereket. Törődtek-e vele a szülei 14 éven keresztül? Mert amit elmulasztottak, ahhoz nekem semmilyen eszközöm nincs, hogy behozzam. És hiába vagyunk fizetős iskola, fizethet 2 millió forintot, akkor se vállalom, hogy persze, egyszer látom, hogy nem megy. Persze. Ezt a boldog út Hofi mondta, hogy tud úszni? Nem. És ha megfizetem, hát akkor se. Hát akkor sem egyébként. Akkor sem. Ez egy nagyon-nagyon jó mondás. Rengeteg dolgot kell még megbeszélnünk, igazgatóra lennék kíváncsi, hogy milyen ember mondjuk a magánéletben. Ugye úgy képzelném el, hogy gyermekkorában, vagy úgy képzelnénk el egy iskola igazgató, nagyon eminens volt, mindenből jó volt, egy igazi jó fiú volt, egy igazi jó gyerek volt. Ez így volt valójában egyébként? Egyáltalán nem. Nem így volt? Nem. A szüleim el voltak keseredve. De tényleg? Hogy mi lesz én belőlem. Na, most szerencsére ez nem látszik. Én az iskolát sajnos, hát bevallom őszintén, untam. De borzasztóan untam. Itt Fehérváron egyébként vagy? Nem, Sopronban. Sopronban vagyok. Uh-huh. Onnan csavarogtam el ide. Uh-huh. Szóval rettenetesen untam az iskolát. Vártam a szüneteket. A tanulmányi eredményem, hát általános iskolában olyan 4 alatt volt, mondjuk 1-vel vagy 2-vel. De el voltak keseredve, hogy mi lesz én belőlem. Uh-huh. Hál' Istennek nem piszkáltak. Tehát ennyi volt az összes, amit megengedtek magukkal, hogy hát édesfiam, te tudod, nagyjából ennyi. Uh-huh. Én tudtam, hogy tanár leszek. Igen? Akkor igen. Én tanárnak születtem, szerintem, de semmit nem tettem meg azért, hogy tanár legyek. Nekem a nagy minta a Miklós nevű nagybátyám volt, aki egy ilyen 200 fős iskolát vezetett körülbelül, még a kezünk is hasonlított, és akkor nekem szónokolt, hogy Kölök, ez voltam én, igen? Kölök, én minden gyereket ismerek, mindegyiknek a szüleit is ismerem, és mindegyiket meg is pofozom, ha kell. Na most ez nekem már ugye nem adatik, igen? De ez is fontos, hogy mindenkit ismerjek, és a szüleiket is ismerjem, mert ez egy bizalmi kérdés. Uh-huh. Szóval én tudtam, hogy tanár leszek, én a Miklós bátyámnál töltöttem szüneteket, aki nekem megengedte, hogy bemenjek a termekbe, firkáljak a táblára, az összes elvett csúzlit odaadta nekem. Szóval igazi nagybácsi igen, volt. Igen, igen. És amikor eljött a pályaválasztás kérdése, érettségi előtt, akkor láttam, hogy hát ebből nem lesz egyetem, sem főiskola. És akkor elmentem az akkori járási tanácsra. Most már megint van. Igen, most megint van, csak tanács nincs. És bementem, jó napot kívánok, én képesítés nélküli pedagógus akarok lenni. Akkor volt ilyen. Volt ilyen. Nagyon kevés volt a tanár, uh-huh. És falun meg különösen nem volt. És mondom a hivatalnoknak, hogy én kimennék egy messzi faluba, és ott csillogott a szemem, jaj, de jó, fiatal ember. És majd mondom, én megváltom a világot, és csodát teszek, és mit akar tanítani, matekot? Hát azt nem szeretem. Uh-huh. Hát akkor törít, hát azt megutálom. Földre az sem. Kiderült, hogy semmit nem szeretek. Így aztán nem lettem képesítés nélküli tanár. Viszont az elektronikát én már szerettem akkor. És akkor az iskola helyett az elektronikával foglalkoztam, meg a gitárommal. És én nem tudtam, hogy tanulok. Mert azt hittem, hogy a tanulás az, hogy az ember a könyveket bújja. Nem, én a mikroelektronikával foglalkoztam, és nagyon mély rástam magam benne. És aztán megnéztem, hogy hát a messzi Székesfehérvár, az a magyar szilícium völgy, a Videoton, igen. Hát elmegyek én oda.
Na, a lényeg, ami a lényeg, hogy idejöttem, beiratkoztam egy iskolába, ahol megtanultam az elektronikát, és akkor már kitűnő voltam. Akkor valami bekattant. Persze, ugye, az embert érdekli valami, igen, akkor az. És az igazgató azt mondta, mielőtt végeztem, hogy mik a terveim. Mondom, hát megyek, akkor már tudtam. Megyek Pécsre, fizika-technika szakra, tanárnak. És azt mondja, ne menjél, maradjál itt, azonnal taníthatsz, képesítés nélkül. De a feltételem az, hogy villamosmérnök tanári diplomát szerezzél Budapesten, a Kandol. Így lett. Hát akkor legyen. Igen. Igen. Így lett. Ám boldogabb ember nem volt. Június 28-án kiléptem, mint tanuló, és 29-én beléptem, mint oktató. Az igen. És akkor azóta datálódik, hogy a Fehérvári lét is. Igen, igen. Hát akkor kiderült, hogy itt lett a kenyerem, szalonnám, és szeretem ezt a várost. Igen. Na, ez viszont tényleg nagyon-nagyon jó hallani. Szerencsére. Elkezdtem tanítani, aztán megcsináltam még a számítástechnika tanár szakot, mert az is érdekes. Akkor már érdekes volt nyilván. Persze, persze. Aztán ment a tanári pálya, és akkor rájöttem, hogy hát igen, ezersebből vérzik a magyar közoktatás. Uh-huh. Csináljunk csodát. Na, attól kezdve lett a... És akkor lett, ugye, igen, miről beszéltünk. Igen, beszéltünk. Igen, igen. És igazgató tanít egyébként most is? Nem. Tehát nem. Most az iskolai igazgatási gondom van belőle bőven. Azokat kell az látni. A helyzet, hogy mobiltelefonnal nem lehet tanítani. Azt meg lehet, hogy kint hagyom a titkárságon, de akkor még értem jönnek, hogy gyere, mert ez meg az... Az ember nem ír utol magát. Nem, és nem is szabad. Mert persze. Egy darabig a közoktatási törvény, amíg életben volt, abban benne volt, egy igazgatónak 5 órát kell tanítani. Uh-huh. Most, hogy köznevelési törvény van, abban úgy van, hogy a fenntartó engedélyezheti, hogy ne tartson órát. Mert felismerték. Persze, persze. Sajnos nagyon-nagyon közeledünk a műsor végéhez, még beszéljünk igazgató úrról, mint magánember. Mit lehet tudni a családról? Van egy lányom, aki biológus végzettségű, ilyen területen is dolgozik, oktatási munkatársa Madártani Intézetnél, és meseíró. Na. Tehát most jelent meg a második meseregénye. A feleségem német-magyar szakos tanár, és hát mi más lett volna a lányunk, ha nem oktatási munkatárs? Hát ezt mondta egyszer nekünk, hát nekünk otthon a csapból is pedagógia folyt. Persze, ezt látta. Hát a hobbim az sok van igazából. Bűvészkedést hallottam én itt a, igen, kollégáktól, hogy a bűvészkedés azért ment jó darabig, most már csak kollégáknak, családnak. Ez, hogy indult ez a bűvészkedés? Hát, mint minden fiúnál, nagypapám mutatott egy trükköt, aztán megmutatta a megfejtést is, hogy hogy kell, és engem és nagyon megtetszett, és elkezdtem gyakorolni. Először könyvből, aztán barátoktól, ismerősöktől. A könyvből egy darabig el lehet jutni, de igazából ezt a bűvészektől lehet megtanulni. Rodolfo táskán túllépünk most, mert ez egy olyan szint, amiről... Nem is volt, de Rodolfo könyvem volt. Aha. Aztán voltak bűvész találkozók, azok voltak a legjobbak, mert akkor éjfélig vagy éjjel kettőig bűvészkedtünk és csereberéltük a mutatványokat. De mellesleg a tanári fizetést ez nagyon szépen kiegészítette, igen, igen, mert nyilvános fellépéseket vállaltam. Uh-huh. És volt annyi idő is, amikor elgondolkodtam, hogy most bűvész maradjak, vagy tanár maradjak, vagy melyik legyen. Uh-huh. És akkor a döntő mozzanat az volt, amikor egy nagyon idős artista házaspárral voltam egy műsorban a Balaton mellett, Puszi és Ernesto. Igen, persze. Zsuzsi és az Ernő. És akkor vége lett a műsornak, éjfél után valamikor lesminkeltek, és ott ült két megtört idős ember. Nagyon jó házaspár volt, tehát jó házasság. De elkezdtek egy almát úgy fényesítgetni, és ott osztolták egymás között, és mondom, akkor, igen, tanár, mert az éjszaka igénybe veszi ám az embert. Biztos vannak önnek olyan ismerősek, akik éjszakában dolgoznak. Persze. Nyomot hagy az ember arcán, nagyon, nem nagyon, kicsit. Nagyon, persze. Szóval ez az egyik hobbim. A másik az a gasztronómia, hogy szeretek főzni. Mi a kedvenc étel? Hortobágyi palacsinta. Hortobágyi palacsinta. De az nálunk két emberes. Tehát a feleségem süti a palacsintát. Én meg a pörköltet és a szaftot készítem hozzá.
Aztán a csillagászatot is szeretem, tehát van társcsövem. Hmm. Most már a udvarunkon nem tudom nézni a csillagokat, mert nagyon teleültettük fákkal. Most már nem látszik tőlük, igen. Mi az, ami kikapcsolódást nyújt? A hobbik, vagy van valami egyéb, ahol mondjuk ki tud kapcsolódni? Hát a vasárnapi főzés. Vasárnapi főzés, igen. Tehát hallgatom a rádiót, vagy a gondolatjelet a Kossuth rádióban, vagy a Fehérvár rádiót, nem, bocsánat, ez a Vörösmarty rádiót. Ott van mindig ilyen kutyamenhelyről. Tehát egy van, Sasvári csillagkolléganőm egyébként, igen. Vagy a saját rádiónkat. Vagy Táska rádiót nyilván. Igen. Ebből sem. Háromból mindig találok hallgathatót. Persze, na hát annak nagyon-nagyon örülünk, meg annak is örülünk, hogy igazgató itt volt nálunk, és további nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, mint a magánéletben, mint pedig a szakmában. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.